A korábbi évek tapasztalata az, hogy a kaposvári könyvtár láthatatlan valóság elnevezésű érzékenyítő programján pár nap alatt több száz fiatal vesz részt. Most már közel 10 éve aktívan csináljuk ezt a programot. Teltházas program, körülbelül 400 gyereket fogunk megmozgatni a 4 nap alatt. Nagyon fontos az érzékenyítés, hogyha annyit el tudunk érni vele, hogy a gyerekek kicsit átgondolják, kicsit jobban odafigyeljenek ezekre az emberekre, akkor már sikeres a részvétel. A Bakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete szerint nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló szemléletformáló, egyben ismeretterjesztő programokra, foglalkozásokra. A látás hónapjának apropójából igyekszünk felhívni a figyelmet a látássérültek életére. Ebben a programban megismertetjük őket a lehetőségekhez mérten azzal, hogy a látássérültek milyen nehézségekkel küzdenek. Örülünk, hogy egyszerűen csak látássérültekkel találkoznak, beszélgetnek, természetessé válik nekik az, hogy ilyen nehézségekkel küzdő emberek is élnek a környezetükbe. A gyerekek is azt mondták, olyan hasznos tanácsokkal lettek most gazdagabbak, amelyek nyomán később valóban segíteni tudják a különböző nehézségekkel élő ismerőseiket. Itt nagyon sok játék van, és így meg tudják játékosan tapasztalni, hogy mit éreznek azok az emberek, akik nem látnak rendesen. Ugyanakkor a felnőttek felelőssége is nagy abban, hogy a gyerekek megértően forduljanak embertársaik felé. Ezek a játékok is ilyen érdekességeket mondanak, hogy milyen egy vak vagy egy gyengéllátó élete, és hogy mondjuk, hogy milyen nehéz, és hogy ezt én is megtapasztalhatom. A láthatatlan valóság a Fehér Bot Nemzetközi Napja köré szerveződve október 18-áig tapasztalható meg. Csoportok számára a részvétel regisztrációhoz kötött.